Harmadik napja tűzvész pusztít Dél-Korea keleti partvidékén, Szöultól nagyjából 300 kilométerre, vélhetően egy autóból kidobott cigaretta okozta. A lángok megközelítettek egy atomerőművet, de sikerült a tűzoltóknak megvédeniük. Miközben ott dolgoztak, nem messze egy másik tűz is keletkezett, vélhetően szándékos gyújtogatás miatt. Éjszakánként vörösen ízik a hegyoldal a dél-koreai Uljin városában. A lángok helyi idő szerint péntek dél körül csaptak fel az ország keleti partvidékén. A bozott tűz pedig szombat hajnalra egy atomerőművet is megközelített. A hatóságok egy időre vészhelyzetet hirdettek, és felére csökkentették az áramtermelést, ezért a térségben akadozott a szolgáltatás. Több ezer tűzoltó hosszú órákon át küzdött a lángokkal, mire sikerült irányításuk alá vonni a tüzet. Sikerült megvédenünk a Hanul atomerőművet, a tápvezetékeket és a közeli csepp folyósított földgáztárolót, amelyet szintén megközelítettek a lángok, nyilatkozta Dél-Korea erdészeti minisztere szombaton. Bár több mint 100 helikoptert is bevetettek, a szárazság és a gyakran változó szélirány miatt nehezen haladtak az oltási munkálatok. A tűzvész már több ezer hektárnyi erdős területet és legkevesebb 200 épületet emésztett fel. A hatóságok már vizsgálják, hogy hogyan keletkezett a tűz. Az első jelentések szerint egy hegyi autóút mellett eldobott cigarettacsik okozhatta a katasztrófát. 7000-nél is több embert kellett kimenekíteni a katasztrófa sújtotta területről, közülük ezren továbbra is kénytelenek befogadó központokban éjszakázni. Az egyik menedékhelyre Moon Jae-in elnök is ellátogatott vasárnap, ahol katasztrófa sújtotta területté nyilvánította a tűztől fenyegetett területeket. Emellett a dél-koreai államfő gyors segélyt ígért a bajba jutottaknak, a lakóházak esetében az anyagi kár 70%-át, míg a középületeknél 50%-át téríti meg az állam. Eközben 65 kilométerre északra Donghae városában is felcsaptak a lángok szombat hajnalban. A helyi hatóságok itt egy 60-as éveiben járó férfit gyanúsítanak gyújtogatással, akit a szomszédai jelentettek fel, miután lángba borította a tulajdonában lévő elhagyatott házat. Valószínűleg innen terjedt tovább a tűz a közeli erdő felé. A rendőrség a helyszínen őrizetbe vette a férfit. Itt már csaknem 2000 hektárnyi terület és több mint 60 épület égett le.